Szervusztok! Üdvözlök mindenkit a Kutyapárt fecskefészek építő workshopján. Fecskefészkeket fogunk készíteni. Először is kell fűrészpor. Pontosan 400 g modellezőgipsz. Figyelem, stukatúr nem jó. Választható görög joghurtos doboz. Frissen tartó fólia, egy mérleg, ami nem kell. A minőségi fecskelakások minőségi sajtóból készülnek. Figyelem, koronavírus, valamint víz. Annak érdekében, hogy a fecskék semmiképpen se kaphassák el tőlünk a koronavírust, nagyon fontos a védekezés. Lássunk is neki! Első lépésként egy nagyobb fajta papírgalacsin, szakszóval úgynevezett tonyót készítünk. Ehhez a minőségi sajtót megtöltjük minőségi tartalommal. Mivel ez rendkívül nehéz feladat, egyszerűbb csoportosan csinálni. Vigyázzatok, kültéren 499 főnél egyszer többen ne csináljátok. A tonyó mérete nagyjából két ökölnyi legyen. A következő lépés a tonyó befóliázása. Erre azért van szükség, hogy a nedves gipsz a papírhoz ne tapadjon majd. Íme. Csinos munkatársnő most a tonyót méretre pofozza. Nagyjából egy kedves igló alakot szeretnénk elérni, aminek az alja lapos. Mint már említettem, pontosan 400 g gipszre lesz szükségünk. Következő lépésként egy jó marék fűrészport beletesszünk a gipszbe. Alaposan összekeverjük. Ezután annyi vízzel, amennyit fölvesz, közepes, fecskeköpet sűrűségűre keverjük. Ilyet köp a fecske. Kutatásaink szerint egy átlagos méretű magyar fecskeköpetének pontosan ilyen konzisztenciája van. Hogyha túl híg lenne, tegyél még bele nyugodtan fűrészport vagy gipszet. A konkrét kézműveskedés részeként kis kezünkkel belenyúlva a gipszet szépen elegyengetjük a tonnyón. Fontos, hogy a gipsz egészen az aljáig, azaz az asztal lapjáig elérjen. Ha megszáradt az első réteg és esetleg túl vékony, vagy vannak benne lyukak, aggodalomra semmi ok. Egy következő adag keverésével ki lehet pótolni ezeket a lyukakat, másrészt pedig a fecskék a saját kis nyálukkal majd kipótolják maguknak. Nagyon fontos, hogy azért, hogy a fecskék bejuthassanak a fecskelakásba, hagyjunk egy nagyjából dió vagy két dió méretű lyukat, ami majd ajtóként szolgál. A gipsz száradása egy nagyjából 30 perces folyamat, ami közben ne lepődjünk meg, felmelegedik, mert ez egy exoterm folyamat. Akkor lesz már körülbelül készen, amikor teljesen lehűlt. Ekkor próbáljuk meg először a tonyót is kivenni belőle. Magyarországon 5 fecskefaj az, amelyik megjelenik. Ebből városi környezetben elsősorban kettővel találkozunk, a molnár fecskével és a füsti fecskével. Ők kedves kétfarkú állatok, akik ráadásul a különféle repülő kártevőket, mint például a szúnyogok és a legyek megfogják, és ezért nagyon hasznosak. Nem mellesleg védett állatok. Sajnos nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fecskék milyen fontosak és milyen hasznos állatok, ezért gyakran leverik a fészkeiket. Ezért is fontos az, hogy mi mesterséges fészkeket építsünk és telepítsünk. Nagyon nagy kihívás a fecskéknek az is, hogy folyamatosan csökken a természetes élőhelyük, különösen a városokban, ahol most már minden le van betonozva meg aszfaltozva, nem találnak kellő mennyiségű sarat ahhoz, hogy fészket építhessenek belőle maguknak. A kis kezünkkel folyamatosan hőmérőzzük, hogy melege még, ha teljesen kihűlt, akkor jó. Most jól látszik, hogy fontos nagyon, hogy lapos felületen csináljuk, mivel így majd a fecskefészek teteje szépen fölfekszik arra a felületre, ahova föl fogjuk ragasztani. Most jön a nagy mutatvány, megpróbáljuk a tonyót kiszedni. Íme a tökéletes fecskefészek. Amint látjátok, ez egy nagyon egyszerű folyamat, úgyhogy csináljátok ti is minél többet, hogy a kedves fecskéknek sok-sok lakásuk legyen. And as usual, don't forget to like and subscribe! Thank you.